Szerdától Szlovákia, Csehország és Magyarország állampolgárai karantén kötelezettség nélkül léphetik át egymás ország határait, amennyiben 48 óránál nem hosszabb a tartózkodásuk. Nagyon örülök a település összes lakójával együtt, mondta Stary Hroženkov, cseh határváros polgármestere. A legtöbb családnak a rokonságából élnek a határ túloldalán, és földjük, ingatlanjuk is van a szlovák oldalon. A korlátozások idején el voltak zárva azoktól. Ez a szlovák nő pedig azért boldog, mert 3 hónap után végre meglátogathatja a határ magyar oldalán élő családtagjait, ahogy mondja. Szlovénia is újra nyitja határait. Az Európai Unió állampolgárai korlátozások nélkül beléphetnek, ha üzleti célból utaznak az országba, illetve akik nyaralni látogatnak oda és szállásfoglalásról szóló igazolást tudnak felmutatni a határon. Horvátországban is ez a feltétel a belépéshez. Csehország azt tervezi, hogy június 15-én teljes mértékben megnyitja határait a járványügyi szempontból biztonságosnak minősített országok állampolgárai előtt. A cseh külügyminiszter a közös átkelők megnyitását kérte lengyel kollégájától is. A lengyel kormány a határzár feloldásáról még nem döntött, de tovább enyhít a szabályokon. Szombattól nem lesz kötelező a szájmaszk viselése a közterületeken, megszűnik a boltokban a létszámkorlátozás, és 150 főig megengedik a gyülekezést. Június 6-ától nyithatnak ki a színházak, mozik, koncerttermek, úszodák, edzőtermek, a távolságtartás, valamint az érvényben lévő egészségügyi szabályok betartása mellett.